Progresszió BT, az Ódor-Kerékvár, Mezőkövesdváros önkormányzata, a Mezőkövesdi rendőrkapitányság és a Mezőkövesdi Közkincstár Nonprofit Kft. Közösen szervezi meg most már hagyományként az életmódváltó heteket. A programsorozat nyitánya szeptember 20-án a Tour de Mezőkövesd volt. A program folyam ezt követően kerékpáros, gyalogló túrákkal, kirándulásokkal és előadásokkal folytatódott. Talán legnagyobb sikere volt az Alacsony Tátrába szervezett kirándulásunknak, az úgynevezett Hernád áttörés túrán. Kettő busznyi ember vett részt, 83-an voltunk egyébként, és büszkén mondom, hogy Mezőkövesden senki nincs cukorból, mindenki teljesítette ezt a túrát. Én azt hiszem, hogy nagyon nagy piros pont jár mindenkinek, mert aki már volt ezen a környéken, az körülbelül sejtheti, hogy ez egy eléggé embert próbáló feladat volt. Ezen kívül voltunk Fraknóban, ha már a buszos kirándulásoknál maradunk. Ez picit inkább ilyen kulturális jellegű kirándulásunk volt. A Fraknó várában megnéztük az első magyar koronázási zászlónkat, és természetesen a Fraknó várat is, amely az 1000 éves magyar határon áll, tehát ilyen szempontból úgy gondolom, hogy a történelemben is egy picit ismerkedhettünk, illetve elmentünk ott Rozália kápolnához, és egy gyönyörű szép kilátásban gyönyörködhettünk. Ezen kívül, a gyalogtúrákon kívül két kerékpáros túrára is sor került. Az egyik a Bükkbe, volt, aki Répáshutáig is felkerekezett, a többség elment Cserépfaluba, és ott mulatta egy picit az időt, illetve volt egy már hagyományosnak számító szomolyai kerékpáros túránk, ami szintén nagy sikert aratott. Minden nap volt gyaloglás, illetve majdnem minden nap volt gyaloglás a pontokért, és ebben az évben előadásokat, természetesen a Sebestyén Tamás előadások, ezek idén is slágerek voltak, illetve volt egy Horváth István professzor által tartott nagyon nagy sikerű előadás, amely a koleszterin anyagcseréről szólt, ezen 130 körüli fő vett részt. Mindemellett a két hét során volt szépségnap is, ahol a kozmetikával foglalkoztak, melynek folytatásaként úgynevezett Átváltoztatjuk programot indítanak el. Volt még egy szintén nagy közönség előtt megtartott előadás, amely a növények táplálásáról, az úgynevezett gyökéritatókról szólt. A programokon több mint 300 ember vett részt, akiknek nagy hányada szinte minden rendezvényen jelen volt. A 2014-es évhez hasonlóan ezzel a két héttel nem zárul le az életmódváltás, hiszen a 2015-ös Tour de Mezőkövesdig még rendszeres programokkal várják majd az érdeklődőket. Most is lesz egész évben szombaton, illetve szerdánként gyaloglás a Szabadidőparktól a Rózsáig és vissza, illetve a Fertőtavat szeretnénk most megkerülni a tavasszal, vagy ilyen május környékén, illetve nagyon szeretnénk Szlovéniába egy gyalogtúrát. A programokról, azok időpontjáról a www.facebook.com/tourdemezőkövesd oldalon, vagy a www.tourdemezőkövesd.hu oldalon tájékozódhatnak.